A vér egy olyan különleges gyógyszer, amely semmi mással nem pótolható. Vér nélkül nagyon sokféle ellátás ellehetetlenülne, és nagyon sok beteg gyakorlatilag menthetetlen lenne. A mi helyzetünk elég sajátos, ugye a véradó állomás itt Szekszárdon, itt van a kórházudvarban, tehát nem is feltételeznénk azt, hogy ez valami kórháztól független szervezet és működése is a kórházhoz kapcsolódik. Nem feltételeznénk, hogy ez a kórháztól független szervezet, de ugye tudni kell azt, hogy a 90-es években alakult az országos vérellátó hálózat, amikor az ország összes véradó állomása és vér ellátással kapcsolódó egysége, ugye egy közös, egységes országos hálózatba tömörült. Ilyen módon itt Szekszárdon is gyakorlatilag a kórháztól ez egy teljesen független szervezet, viszont nyilván a mi közös működésünk az ezer szálon összefügg egymással. Számtalan olyan orvosi szakterület van, mely napi szinten használ vért vagy vérkészítményt. Nem véletlen, hogy a kórház számára fontos a véradás szükségességének propagálása. Ha végig soroljuk azt, hogy melyek a nagy vérfelhasználó osztályaink, ugye elsősorban mi az embereknek eszébe jut az a traumatológia, és ez így is van, de egyébként nagyon, vagy több más műtétes szakma, a sebészet, az ortopédia, ezek mind nagy vérfelhasználók. Belgyógyászati szakmák közül a gasztroenterológia, a hematológia, az onkológia, ezek mind olyan szakmák, ahol sok vérfogy, de szinte azt nehéz megmondani, hogy a kórháznak melyik az az osztálya, ami a vér vagy vérkészítmény felhasználásban nem érintett. Érzékenyíteni kell az embereket annak érdekében, hogy minél többen nyújtsák a kezüket embertársaik megsegítésére. Ebben a folyamatban mi is a lehető legtöbb energiát visszük, mondta Németh Csaba. Szembesítjük vagy tudatosítjuk azokkal, akik itt a kórházban más emberek segítsége árán vagy más emberek önzetlensége árán tudtak meggyógyulni, hogy ahhoz, hogy a gyógyulásukhoz milyen fontos volt az, hogy vérhez jussanak, próbáljuk népszerűsíteni vagy tudatossá tenni ennek a felajánlásnak a fontosságát, és próbáljuk ezzel támogatni a véradóállomásnak a munkáját és az országos vérellátásnak a biztonságát. Énekelek is, táncolok is, bármit. Nagyon jó. Igen. Még viccelődni is kedve volt Gémesné Nyitrai Anettnek, miközben vért adott. Ő is és a férje is rendszeresen nyújtják karjukat, így nem izgultak különösebb képpen. Azért adok vért, mert szeretek embereket segíteni, jó érzés. Hogyha már orvos vagy ápoló nem lehetek, akkor legalább ilyen módon hozzájárok az emberek egészségéhez és gyógyulásához. A véradások alkalmából van, aki úgynevezett irányított véradásra érkezik. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét betegnek adományozza a levet vért, aminek az a feltétele, hogy megegyezzen a véradó és a beteg vércsoportja. Ilyen vérkészítményt az ország bármely pontjáról eljuttatják az adott betegnek. Pászti Vera, a szekszárdi vérellátó vezető főorvosa szerint a véradók napja is egy lehetőség a népszerűsítésre. Hiszen a vér átömlesztésre szoruló betegek ellátásához megfelelő mennyiségű és biztonságos vérkészítményre van szükség. Éves szinten országosan 370-390 ezer egység vérre van szükség, ez napi szinten országosan 1600-1800 egységet jelent. Tolna megyében átlagosan legalább 50 véradónak kell naponta jelentkezni ahhoz, hogy elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Célunk, hogy megkönnyítsük, lehetővé tegyük minél több ember számára a véradást. Vérre bármikor bárkinek szüksége lehet. A véradók azok a különleges emberek, akiknek ez eszébe jut. És úgy döntenek, hogy ők legyőzik a tűszúrástól való félelmüket, rászánják az idejüket, és eljönnek segíteni egy számukra ismeretlen emberen, hogy a vérükkel esélyt adnak a gyógyulásra valakinek, akit nem is ismernek. Vért adni a szekszárdi vérellátóban hétfői munkanapokon 8 és 17 óra között lehet, de a nyári hónapokban az első hétfői munkanapokon 19 óráig tartanak nyitva. Szeptember első hétfőjén is este 7-ig lehet majd vért adni.